Nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt lehetek és megtiszteltetek a jelenléttel. Sebestyén Szilvia vagyok, a Makrobiotika Intézet alapítója és vezetője. 10 évvel ezelőtt egy egészség kihívásom volt, és a tüneti kezeléses allopata orvoslás már az ő biokémiai szerekkel és módszereivel már nem tudott megoldást erre adni, és így kerültem arra a lehetőségre, hogy a tüneti kezeléses orvosláson kívül a megbetegedésnek a gyökérokát megtalálva fedezzük föl, hogy lehet felépülni. Ugyanúgy, mint régen, amikor nem az volt, hogy én folyamatosan szemben megyek magammal, nincs tudásom arról, hogy hogyan működök, fogalmam sincs, hogy a természet hogyan működik, már rég nem a természet részeként élem magamat, és akkor, amikor valami problémám van, akkor csak beveszek egy pirulát, és 5 perc múlva nincsen semmi bajom. Tehát ugye ez a nézőpontból kellett nekem teljes mértékben egy új nézőpontra váltani, hogy a természet részeként hogyan élek. Egy univerzumban vagyunk, ugye vannak galaxisok, bolygórendszerek, mi a naprendszerben vagyunk a 4. bolygó, ott 24 óra egy nap, 365 nap durván egy év, és mi a 4 évszakban élünk, ahol tavasz, nyár, ősz, tél van, és így nőnek ugye tavasszal ugye a fák, a növényzetek, nyáron kiteljesedik az energia, ősszel meg szépen visszahúzódik, télen lefelé energia van, és tavasszal újból ez a ciklikusság van. Ugyanúgy van a mindennapi ciklikusságunk, hogy reggel fölkelünk, fölfelé energia van, napközben kiteljesedik, délután már így szépen megy lefelé, este pedig szintén lefelé ható energiák vannak. És ugye ennek a lüktetésnek megfelelően kell élnem az életemet, télen melegítő hatású ételt enni, nyáron hűtőhatású és tisztító ételeket. Most ez a 3 bővített mondat, ez nekem olyan újdonságszerűen hatott, mint hogyha nem is ezen a bolygón éltem volna, vagy nem is ilyen kulturális gyökereink lettek volna soha. Tehát a makrobiotika táplálkozás tudománya, az egy nagyon ősi tudomány, egy egyetemleges tudomány, amit még Hippokrátesz is írt, makrobiosz műveket, és minden nemzetnek, minden népnek megvolt az az ősi bölcsessége és tudása, hogy amikor élik a mindennapukat, hogyan tudnak belső egyensúlyba élni. És ez nem csak fizikai, hanem mentális, lelki egyensúly. Nagyon jó volt az előttem lévő előadó, és mindenki, aki előttem és utánam van, mert a makrobiotika tudománya ezt az egységes szemléletmódot foglalja magába, hogy én saját magam legyek békés, boldog, harmóniába élő magammal, mert kifelé akkor ezt sugárzom, és akkor kifelé is harmóniát, örömet, békét és boldogságot sugárzok. És ez ennek a táplálkozás és filozófiai tudománynak ez a lényege. Természetesen, amikor először az ember találkozik ezzel a tudománnyal, nagyon szeretünk ugye enni, és mindig az étkezés az, ami a legfontosabb számunkra. Ma különösen azért válik ez fontos számunkra, ennek a táplálkozástudománynak az étkezési filozófiai része, mert ez a modernizációval, a civilizációval, ez a tudás teljes mértékben feledésbe merült. Tehát, hogy gomgyomásra van egy melegvizem, vagy csak kinyitom a csapot, van egy melegvizem, vagy gomnyomásra kimosok, vagy gomnyomásra elmosogatok. Tehát azért korábban ez úgy kezdődött, hogy megvágom a fát, kint megmelegítem is be a vizet, és behozom magamnak, és akkor innen kezdődik az, hogy ételt készítek. És akkor beosztottam az energiámat, tudtam, hogy egy nap mit fogok csinálni, és hogyan tudom a napi dolgaimba ezt beillesztetni. Mi a különbség a hagyományos étrend és a modern étrend között? Amikor beszélgetünk, mindenki mondja, igen, hát ezt a mostani hagyományos ételt eszek, és akkor ilyenkor a fogalmakat tisztázzuk. A modern étrend nélkülözi a természetes élelmiszer alapanyagokat. A természetes élelmiszer alapanyag, ami még nincsen feldolgozva, az olyan, hogy amikor elültetem, még kihajt. És a modern étrendből ez hiányzik. Az összetett szénhidrátok stabilizáló energiája, azaz a gabonáké. Tehát a gabonák, mint a köles, amit a magyarok hoztak be a Kárpát-medencébe, a kovasav tartalma miatt, a kötőszöveti állományt gyönyörűen rugalmassá teszi, nem engedi, hogy a baktériumok a
a gombák is elszaporodjanak a bélcsatornába, szabályozza a szénhidrátnak a felszívódását, tehát ha túleszem magamat, akkor se tud rajtam túlsúly maradni, és tényleg valóban a csontom, a bőröm, a kötőszöveti állományom mindig rugalmas marad, és képtelen leszek arra, hogy bármilyen életkorban, bármilyen csontritkulásba szenvedjek, mindegy, hogy milyen életkorban. Tehát a fő napi táplálkozás 40-50-60%-ában, ugye attól függ, milyen állapotban vagyok, milyen évszak van, és aznap még mit eszek. A fő étkezésemnek a 40-60%-a között gabonát kell javasolt fogyasztani, tehát kölest, árpát, barnarist, zabot, hajdinát, és kukoricát. Ugye a kukorica a nyár gabonája, hűtőhatású, éppen ezért mindig megválogatom, hogy mit fogyasztok. Ugye, ha megnézzük a ételkiszállításunkat, hajdinás barnarizsban heti egyszer vagy kétszer, amikor nagyon hideg van, ugye a hajdina melegítő hatású, a kerekszemű barnarizs pedig stabilizáló energiát ad, és egyötöd arányban ez a vendéggabona benne van, nagyon jó a komfortérzésem, nem fázok. Nyáron pedig ugyanez a barnarizssel, mondjuk kukoricát fogunk beletenni, egyötöd vagy fele arányba, mert ugye a kukorica az egy hűtőhatású nyári gabona, és rendkívül jó a komfortérzésem. És ezeket a gabonákat nem úgy fogyasztom el, hogy le van darálva, le van finomítva, lisztérülve, és oxidálódik a polcon kis szemcsék formájába, és amikor el akarom fogyasztani, ugye bennem megy a lassú égés, az oxidáció, és így van nekem energiám ebből, tehát ne a polcon, hanem itt bennem kell, hogy ez megtörténjen. Tehát feldolgozatlan formában. Mert amikor ez már megtörténik máshol, akkor az én testemben már minek oda tenni, az csak salakanyagot képez, nyálkásító, illetve ilyen ragacsos hatást ad, mert mondjuk a zab az a legzsírosabb gabonánk, és eléggé nyálkásító hatású, nyilvánvaló Észak-Írországból származik, ott egy hűvösebb éghajlat van, és akkor ez egy nagyon zsíros, jó kis melegítő hatású, van egy ilyen nyálkásító hatása is, és ezt így minden napjainkban, ez természetes formában általában kétszeres vízzel megfőzöm. Tehát egy csésze barnarizshez, vagy egy csésze árpához, vagy árpás barnarizshez, vagy barnarizs kölessel, barnarizs árpával, barnarizs hajdinával, barnarizs kukoricával, kétszeres vizet teszek hozzá, egy csésze barnadishez, egy csésze gabonához, teszek két csésze vizet, egy csipet, sót, ha kell, előző este beáztatom, másnap csak a lángot alágyújtom, és a forrás után kicsire veszem a lángot, és magától ez elkészül. Gyakorlatilag 2,5 perc, ami feladatunk van ezzel a napi alaptáplálékunk elkészítésével, mert ugye előveszem a gabonát, van egy polcom, ahol 6-7 féle gabona van, amit fogyasztok, ugye azt előveszem, ott a szűrő, ugye azt lemosom, beleteszem a gabona főző vastag tapu edényembe vagy a kuktába, és akkor a tisztított vizemből, vagy a forrásvizemből, amit hoznak, abból teszek ugye rá vizet, és ráteszem, és a csipet sót, ez durván egy olyan 40-50 másodpercet vesz igénybe. És ezt előző este megteszem, vagy reggel, és akkor, vagy másnap reggel, vagy hogyha reggel áztatom, akkor este alágyújtok, és készen is van. Azért javasolt beáztatni mondjuk a kerekszemű barnarizst, a barnarizst árpával, mert könnyebben emészthető, hogyha ez korábban beáztatom. Illetve van ennek egy olyan tulajdonsága, hogy ugye amikor a kölest megmosom, én azt a vizet, amikor jó idő van, ki szoktam menni, és a fűre kiöntöm, és ugye meg a hajdinát is, és nekem ugye a fű között, amik ha nem eszik meg a madarak, ugye ez kihajt. Tehát olyan élelmiszer alapanyagból készítem az ételeimet, hogyha leültetem, akkor még képes a növekedésre. És amikor ugye ezt én ellenőrzem is, hogy legalább igen, ebben még van élet. És ha én ezt beáztatom, akkor azon kívül, hogy könnyebb az emésztésnek, van egy olyan energia, hogy megkapja a mag a nedvességet, és elindul ősi elemi erővel arra, hogy kibontakoztatja az életét, és elindul arra, hogy majd ő ki fog hajtani, kicsirázik, és egy növény lesz belőle, és még ezt az energiát is magunkhoz vesszük. Azt mindenki ismeri a homeopátiát, a növénynek a teljes tulajdonságát veszem magamhoz. És nagyon jó, hogy amikor éppen az jellemző rá, azt veszem el. Ez a növény a növekedési szakaszának az elején van. Tehát azt a tulajdonságát hozza magával minden kicsi gyerek, aki tele van kreativitással, optimizmussal, mindent meg tudok oldani képességgel, a beláthatatlan jövő és mindenre való
képességemnek, ezzel a tudásával. Tehát ezt a gondolkodásmódot, és ezt vesszük magunkhoz, ezt az ősi, fiatal életerőt. Az ősi immunanyagoknak a nagy százalékát, annak a tulajdonságát veszem magamhoz. És ugye a modern ételekben ugye minden nap ugye fogyasztunk egy olyat, hogy a főfogásom egy gabonafogás, mellette van egy tiszta növényi fehérje, egy zöldségfogás és egy salátasavanyú. És ha ez van az én főfogásom, onnan ebédemen, amikor meg akarom enni, akkor nagyon jó komfortérzésben leszek. És ennek a tudásnak a megszerzése a fontos, hogy mi az, ami íhat ránk. Egyik tévéműsorban megkérdezték tőlem, hogy mik a szabályok. Nincsenek szabályok. Az a tudás van, hogy én ismerem azt, hogy a növénynek milyen hatása van, és én milyen állapotban vagyok, és azt veszem magamhoz, amire nekem szükségem van. Nagy vonalakban ugye megbeszéltük, hogy 40-60%-ban ilyen teljes értékű vízben áztatott főtt gabona, vagy a haldinát, kölest, ugye ezt nem is kell beáztatni, mert könnyen tudom, hamar megfő, és könnyen meg tudom emészteni. Ha valakinek emésztőszervi kihívása van, akkor ha beáztatja, akkor az számára még egy plusz előnyt ad. Nagyon fontos még a fehérje kérdése. Kicsit túldimenzionálják. Ugye a század elején az Egyesült Államokban, amikor elindult az, hogy mármint a múlt század elején, mert most már kicsit odébb vagyunk, hogy a nők elkezdtek dolgozni, kevesebb ideig maradt a háztartásra, és ezért a gyors félkészételeket elkezdték gyártani. És akkor ugye, hogy a fehérje is milyen arányban, hogy van nekünk szükségünk, akkor születtek olyan tudományos publikációk, amit később annak minősítettek, ami a fehérje témával foglalkozik. Nagyon túllőttek a célon, nem túl esszük magunkat fehérjével. Tehát a napi táplálkozásban a bablencse, borsók, ezek a tiszta fehérjék, amelyek számunkra adják azt, amire nekünk szükségünk van. Amikor találkoztam ezzel a táplálkozás tudománnyal, nagyon kérdőre vontam, hogy na most ebből mi lesz, mi fog kisülni. Nem voltam abban az élethelyzetben, hogy én ilyen kérdéseket föltegyek, amikor előttem tömegével voltak olyanok, akik a tüneti kezeléses akadémikus orvoslás szerint gyógyíthatatlannak minősültek, mindegy, hogy non-Hodgkin limfoma, vagy vastagbélrák, vagy máj daganatos megbetegedés, vagy allergia, aszma, vagy meddőség, ami ugye élethossziglan folyamatosan valamilyen gyógyszeres kezelés kell, vagy magas vérnyomás, és persze ebből hetek alatt végleg lehet könnyen gyógyulni. És akkor tehát nem voltam abban a helyzetben, hogy én ezt minősítsem, hogy hú, tényleg ez a 10-12%-nyi bablencse borsóféle számomra elég. És valóban a tények bizonyították azt, hogy valóban ez elegendő számunkra. Az is tény, hogy egy növény nem tudja azt a fehérjét biztosítani teljes körben, amire szükségünk van. Tehát a bablencse borsóférék a tiszta növényi fehérjéket adják, és ha a gabonával együtt fogyasztom el, akkor teljes körben tartalmazzák mindazt, amire nekem szükségem van. Tehát amikor mondjuk elfogyasztok egy hagyományosan ugye egy babfőzeléket, oké, hol van mellette a gabona? Éppen ezért úgy készítjük el, hogy van egy barna rizs mondjuk kölese, vagy egy barna rizs hajdinával most télen, hogy melegítő hatás legyen, és akkor megfőző kuktában nagyon puhára egy tarkababot, vagy gyöngybabot, vagy salátababot, tehát az, ami számomra otthon van, vagy vörösbabot, rendkívül juliskababot, rendkívül sok bab termelődik itt Magyarországon, nagy gazdag választékban, és aztán készítek én egy zöldségfogást is, és ha úgy gondolom, hogy tartós, hosszú távú, nyugodt energiát akarok, akkor nagy darabra vágok mondjuk gyökeres zöldséget, 2 centis karikára sárgarépát, és a vöröshagymát félbevágom, megint félbe, és így halmokba teszem, egy kicsi vizet teszek hozzá, egy kicsi sóval, lefedem, amikor a gáz nagylánggal fölforralja a vizet, kicsire veszem, és elpárolódik a víz, és saját gőzében megpuhulnak ezek a zöldségek. Ilyenkor ezzel a vágás és főzési móddal átalakítom ennek az élelmiszer alapanyagnak az energiáját, a tudását, és ennek édes ízűnek kell lenni, 3-szor olyan édes, mint amikor előtte beletettem. És mivel, hogy nagy darabra van vágva, hosszú idő kell ahhoz, hogy ez megpuhuljon, és ezt a hosszú tartós energiát is veszem magamhoz. Természetes lángon készítem az ételemet, semmi más főzési energiaforrás nem elfogadott. Azaz mindenki úgy csinálja, hogy gondolja, ilyenkor a növény megadja azt a tulajdonságát, és azokat a változtatásokat, amit magamra szeretnék, hogy ez hatása legyen, hogy ez meglegyen. Amikor elektromos tűzhely van, vagy
elektromagnetikus tűzhely, hogy mágnes van, és a tűzhelyben is van egy mágnes, meg az edény alján is, és a kettőből adódik az a hő, hogy én ételt tudok készíteni, és úgy reklámozzák, hogy a 40 perc alatt elkészült étel 10 perc alatt megfő. Ugye ez nyilvánvaló nem jó, mert ugyanott tartok, mint a modern ételeknél, szélsőséges energiát viszek az ételbe. Ha egy barnalizsnek 40-50 percig kell főni, akkor én 40-50 perc alatt megfőtt barnalizst fogok elfogyasztani. Gyors barnalizst sem fogyasztok el, aminek a cellulózossai be vannak szurkálva, hogy hamarabb megfőzön, mert én azt a hosszú távú tartós energiát fogyasztom el, hiszen ugye az alaptápláléka az emberiségnek a Földön a gabona, és amikor ilyen sokáig én megfőzöm, ezt a tartós energiát reggel magamhoz veszem. Tehát reggel lágy, vízben áztatott vagy vízben főzött gabonát ide bejuttatok, szépen megrágom az összetett szénhidrát stabilizáló energiáját, a nyálban vannak az enzimek, amelyek a vékony bélben segítik a fölszívódást, és ez szépen lassan a vércukorszintemet a normálishoz oda teszi, és tartósan ott van. Ha reggel egy ilyen lágy kásaételt megeszek, akkor a hegyet eltolom, nyugodt vagyok, kiegyensúlyozott, ugye mert megvan az a szénhidrát, ami nekem kell, és azt a stabilizáló energiát adja. Nekem nem kell, hogy ez 10 perc alatt elkészüljön, igenis, és készüljön el 50 perc alatt, mert ugyanilyen tartós hosszúság időben én egy kitartó energiát kapok egyik-kettőig, abszolút. De hogyha ez gyorsabban megy, akkor nekem az lesz, hogy egy nagyon tömör, nagyon kompakt, nagyon összehúzó energiájú, és a molekulás vibráció ilyen gyorsan elkezd menni, és fölgyorsulnak ugye ez a mozgás. Én ezt magamba beveszem, nem hiszem, hogy ez a nagyon nyugodt energia lesz bennem, hanem ez az energia lesz bennem, fölnyomja a vércukorszintenem, és nem oda megy vissza a normálisra, hanem alá, és akkor megint egy krónikus fáradtságot érzek, mert alacsony a vércukorszintem. Tehát ha egy normális időtartamra, amit a gabona tud egy köles 20 perc alatt megfő, egy hajdina 15 perc alatt megfő, ahogy kell, én azt megfőzöm, akkor nagyon kiegyensúlyozott vagyok. Nincs az a környezeti hatás, ami engem nagyon gyorsan ki tud hozni az energetikai középpontomból és a mentális középpontomból. A modern ételek abba különböznek még a hagyományos, ilyen természetes ételektől, hogy szélsőségesek a modern ételek. Ugye a energia, amit magunkhoz veszünk az ételkészítés során, ugye azt a tulajdonságot is magunkhoz veszünk. És elég szélsőséges módon készítik el az állattenyésztés során, ugye az az élelmiszer alapanyag, ami oda kerül az ételeimhez, és szélsőséges a tudásuk, tehát a hús, a sós hús, a sós sajt, a tojás, ezek nagyon tömör, kompakt, ilyen összehúzó energiájuk, de nem középpontosan, hanem szélsőségesen. Mit kívánok én, hogy egyensúlyban legyek? Annak az ellenkezőjét, a sok édeset, az alkoholt, a drogot, ugye a gyógyszereket, amik meg középpontból széthúzó, szorodó, lazító, wow, ilyen energiát ad. Nézzük meg ugye, amikor reggeli édes íz, délbe édes íz, vacsora édes íz, ugye ma ugye a mostani generáció elmegy és vesz ilyen péksüteményt, ami édes. Ugye nézzük meg az ő alkatukat, hogy középpontból széthúzó, szóródó, laza, nagyon laza ugye a szövetállományuk. Az, hogy torza testük, az egy látványos változás, de aki meg nagyon vékony, annak is, ha megfogjuk a combon, a karon, bárhol ugye az ő bőrét, vagy hozzáérünk egy masszírozás alkalmával, rendkívül lágy, benyomom az ujjam, és ott is marad, ugye? Tehát persze, nincs, amiből építkezzen az összetett szénhidrátnak a stabilizáló energiája, nincs meg. Tehát amikor ez az alapja a mi táplálkozásunknak, és úgy nő föl egy fiatal, mondjuk 16-17 éves koráig, hogy egy kanállal sem evett meg ebből, akkor nem is várhatjuk ezt el. Mit tud még ez az összetett szénhidrát? Nagyon koncentrált, tartós figyelmet ad. Ugye a gyorsan felszívódó szénhidrát, mint az egyszerű cukor, barna cukor, nácukor, méz, ez fölnyomja a vércukorszintet, akaratvesztett gyenge állapotot okoz, koncentrációképtelenséget tartósan. Tehát nem is várhatom én ezt el, hogy amikor reggel, délbe, este egy ilyen széthúzó, szóródó energiájú élelmiszer, ipari terméket fogyasztok el, hogy én attól jó legyek. Persze, nyilvánvaló, hogy szélsőséges energetikájú ételt fogyasztok, két szélsőség között vagyok én, persze nyilván érzelmileg is kaotikus, és a fizikai testemre is egy savasító állapotot ad.
Tehát egyébként is a stressz és bármi változás van, nagyon sokszor ugye a stressz izgalommal jár, és az savasítja. Még azt is, aki természetes ételeket eszik, és lugos a testi állapota. Nagyon könnyen vissza tudunk jönni az egyensúlyba, megpirítok egy barnarist, vagy megpirítok egy árpát, beleteszem egy liter tiszta vízbe, 6 kanállal megfőzöm, és pirított árpa, vagy pirítos listáját eszem, lugos, szépen az emésztőcsatornámat is kitisztítja, ha esetleg puffadás, vagy egy húrútos, vagy bármilyen állapotban vagyok, és szépen lenyugszom. Egy nagyon gyönyörű, középpontos energiát ad. Ugye reggel az ember ezt elkészíti, elviszi termoszba, és mindig van melegen a termoszból egész nap neki egy ilyen tejája, hogyha erre ő neki szüksége van. Tehát az alapvető különbség az, hogy a tiszta fehérjéket úgy veszem magamhoz, hogy a bab, lencse, borsóféléket és a gabonákat egy fogáson belül fogyasztom el. Tehát van a barna lencse, zöld lencse, vörös lencse, mindenki, sokan találkoztak fekete lencsével, sokféle lencsénk van, akkor van a csicseri borsó, a magyar népdal is így kezdi, hogy csicseri borsó, bab, lencse. Már gyerekkorunkban is ez az üzenet van az ősi magyar népdalban, ezt énekeltük gyerekkorunkban. Nagyon ősi tudást tartalmaz, és az, hogy szapora mind a köles, óriási, gyönyörű, szikár, izmos, szálkás testalkatot adott, amikor a kicsi babának az első étele volt egy főtt köles egy almával összefőzve, vagy egy köles sütőtökkel összefőzve, vagy köles sárgarépával összefőzve. Ugye gluténmentesen, mert ez gluténmentes gabonája, ősi magyar ugye gabonánk, amit 2 éves kor alatt ugye gluténmentesen ugye fogyasztunk mi el. És ez megad nekünk egy stabilitást, egy érzelmi egyensúlyt, és egy tisztán látást. Tiszta testünk van, tisztán látok. Az biztos, hogy amikor egy egészségkihívásunk van, félelemmel vagyunk tele, nem tudjuk, hogy miért fáj, ilyenkor az ember bizonytalan, más hatásokat tudok elfogadni esetleg, olyat is, ami nem az én utam, nem az én segítségemet adja, mert hát félelem van bennem, és akkor könnyen tudok egy olyan útra menni, ami nem biztos, hogy számomra hatásos. De hogyha ezt a kettőt én így elfogyasztom, az remek. Tehát babból is ugye megbeszéltük nyáron a nagy méretű salátababot, azt megfőzöm, és nyersen hozzávágok egy kis lilahagymát, uborkát, van egy babsalátám, ugye el tudom fogyasztani, mondjuk egy főtt kukoricával, és hogyha, mert az egy hűtő hatású, és már meg is van az én ételem. És zöldségfogásnak pedig forra víz, beleteszek egy káposztalevelet, kiveszem, mert egy perc alatt még nem megy el semmi vitamin belőle, és az egy zöldségfogás, és egy kis kovászos uborkát mellé teszek, akkor ez a 4 dolog, ami a főfogásba kell, hogy legyen, egy gabonafogás, ugye mint a kukorica, egy bablencse borsó fogás ott volt, a zöldségfogásom ott volt, mert még a főtt bab mellé is hozzátettem, ugye nyerset, mert nyáron a nyers étel, az hűtőhatású, az nagyon jót tesz, egy kis blansírozott salátát, egy kis kovászos uborkát, és tökéletes saláta savanyúnak, és már is megvan az én főfogásom. Ebből a 4 dologból. Most télen, amikor meg van főzve a babom, megbeszéltük, hogy a főfogás mondjuk egy ilyen nagy sütőtök, vagy sárgaripa, vagy sütőtök vöröshagymával, vagy jégcsapretek csak saját magával 2 centis karikára vágva, és az a csípős jégcsapretek mézédessé válik, amikor ilyen módon saját gőzében megpuhulva fogyasztom el. És teljes biztonságban vagyunk, és meg is tudtuk azt, hogy milyen energiát veszünk magunkhoz. Ami nagyon fontos, hogy a tiszta állati fehérjét nem biztos, hogy már magunkhoz tudjuk venni, mert tudjuk, hogy az ipari állattenyésztés már milyen energiákat tesz bele abba az állati fehérjébe. Tehát egy adott területen korábban mondjuk 100 állatot neveltek, most 100 000-et. És ehhez rendkívül sok gyógyszerre, antibiotikumra van szükség. A méltatlan körülményeket nem mondom, mert hiszen mindenki tudja, hogy hogyan még a klóg a kampon él, de már a gép már darabolja, és hát ugye ekkora miniatűr hely fér el, és az is úgy manipulálva. Tehát nyilvánvaló, hogy a táplálkozási szokásaink megváltoztak, mert nagyon olcsón és könnyen beszerezhetően váltak az állatéredetű élelmiszer alapanyagok, és ezért a bab-lencse borsó termelésében nincs akkora árés, tehát nyilvánvaló, hogy a gazdasági érdekek nem arra vittek. És mi is elkényelmesedünk, nincs fizikai aktivitásunk. Igen erős fizikai aktivitás kell ahhoz, hogy mi állatéredetű fehérjét végezzünk. Az alapítványnak nyáron elkészült egy ilyen
tankonyhája, és napi 10 órát fizikai aktivitást végeztünk az építkezésen, és utána kezdtük el az ételkiszállításnak a 6-7 órai munkáját. Naponta 20 órát dolgoztunk 3 hónapon át, szombat-vasárnap folyamatosan. Nem volt szükségünk húsfogyasztásra. Tehát én élek. És azok az önkéntesekkel együtt, akik ugyanezt csinálták velünk 3 hónapon át, mondjuk ők szombat-vasárnap pihentek, meg a 12 órai betonozás után ők pihentek, mi megcsináltuk még a napi alapítványi feladatokat, de hát szerencsére 24 órai nap is volt sok időnk rá, hogy ezt elvégezzük. Tehát ők is ugyanígy ezen a módon adtak. Rendkívül fontos a tiszta fehérjének a magunkhoz vétele, és nem pedig egy olyan állati fehérjének, ami már rendkívül szennyezett gyógyszermaradványokkal. Mind a vízben, mind az állati fehérjében ez van. Nagyon sokan azért térnek át erre a természetes táplálkozásra, mert eszi a szelet húst és kap egy anaflaxiásokot. Tehát egy olyan gyógyszerérzékenységi rohamot kap, és nem iszett gyógyszert. Csak gondolja, ha megiszok egy pohár vizet a csapból, ugye tele van hormona, a gyógyszermaradványa a kemoterápiával, a szelet húsban is rengeteg gyógyszer van, ugye amit elfogyasztok, hogy az az állat olyan körülmények között életbe tudjon maradni, meg serkentő és más manipulatív készítmények vannak, hogy ne csak a környezetet viselje el, hanem hogy egy hónap alatt adjon egyéves növekedést, és utána, amíg még él, addig még jól ki tudják használni, hogy 50 állatnak a hozamát anyagilag be tudják belőle hozni. Tehát ez már annyira nem tiszta fehérje, hogy egészségkihívást okoz, tehát hat ránk is. És ezért javasolt az, hogy, és nagyon olcsó, most a Poptalisznya rádióban van egy sorozat, ahol a 100 forintos idézőjelben ételek, ételrecepteket mondom minden szerdán, hogy bemegyek egy közértbe, ott van kukorica, ott van árpa, ott van bab, lencse, borsó egy-egy marékkal, 70-80 forint, hogyha egy-két adagora ezt leszámolom, négyszeresére dagad, és ott veszek sárgarépát, ami gyökerezöldség, fehérrépát, vagy jégcsapetket, ami a középpont felé hat, és tömör környezetben, mint zöldség, úgy hat, nagyon sok életerőt ad, pontosan azért, mert nagyon sok erő kell ahhoz, hogy egy ilyen szilárd környezetben én menjek, de mindig állandó hőmérséklet ad, tehát eléggé stabil és életerőt adó növénytípus. A kerek zöldségek, mint a sütőtök, a vöröshagyma, káposzta, ha azt egy főzési műveleten át elkészítem, akkor az még édesebb lesz. Az édes íz, az pedig relaxáló hatású. A napi táplálkozás 60%-a édes ízű kell, hogy legyen, és természetesen minden édes ízű, csak most nem érezzük, amikor tisztátalan ételt veszünk magunkhoz, mert az ízlelő bimboink is ugye el vannak egy kicsit dugulva, és mindig überelve vannak az ízfokozók által, és a kerek zöldségek pedig tényleg sokkal édesebbek, és már eleve a főfogásom nagyon sokféle édes ízből áll. És ez az édes íz kell a hasnyálmirigynek. Ma minden harmadik embernek előbb-utóbb hasnyálmirigy kemény problémái lesznek, mert ez a modern étel a középpontból széthúzó feszítő energiát ad a hasnyálmirigy celláira, és ez azt jelenti, hogy türelmetlen vagyok, ingerlékeny vagyok, és mentális rendellenességek vannak, ami az átlagtól már jóval eltérő tulajdonságot adnak. Tehát amikor reggel, délbe, este adom a szintetikus édesízt a gyerekemnek, vagy valami oknál fogva én ezt fogyasztom, akkor természetesen az, hogy akaratvesztett, gyenge állapotú, kitartásképtelen, akkor arra panaszkodnak a fiatalok, hogy már az utolsó barátom is elhagyott engem. Mert már, és már magamat is nehéz magamnak elviselni. És nem tudja, hogyha hasnyálmirigyemnek ezt a nagyon drasztikus, egyszerű cukorféle íz, édes ízt adom, akkor azt érzed, hogy na, nekem nem sikerül semmi, engem nem szeret senki, én mindig egyedül vagyok, ezt az érzést adja. Viszont amikor a természetes ételeknek az édes ízét veszem magamhoz, a zöldségeknek az édes ízét, az az édes íz kell az én hasnyálmirigyemnek, rendkívül nyugodt is vagyok, és édes zöldséges köleslevest is hoztunk magunknak, pont azért, mert egy barátunk, egy nagyon kedves csillagás professzor egy hasnyálmirigy műtéten esett át, és voltak tegnap nálam, és akkor egy olyan ételt készítettem, hogy édeszöldséges köleslevest, hogy ugye vigyék be neki, hogy mentsék ki abból a orvosok természetesen a hozzátartozói, és rémülten mondják, hogy ki kéne menekíteni a kórházba, de csak saját felelősségére engedik ki. Hát mondom, saját felelősségedre hagyod bent? Tehát fordítsuk meg a kérdést. Mert ott hagyja minden nap ugye a fehér zsömét, a mackósajttal, ugye a hasnyálmirigy műtétesnek az a legjobb gyógyító étrend. Tehát ugye is az orvos látja, hogy a családtagja ott elmésztődik el, és hogy aláíratnak papírt, hogy saját felelősségre lehet kihozni. Tehát szerintem nézzük a saját felelősség, mi a saját felelősség, ugye? Tehát igen. Ráadásul nagyon gyorsan regenerálódik.
Én azt mondom, hogy az, ami az érzelmileg egy központi szervünk, ami befolyásolja a mi mentális, lelki kiegyensúlyozottságunkat, kedvezzünk már egy picikét neki, és ne vigyük őt szélsőségbe, nem szereti. Nem szereti a mérgeket, nem szereti a vegyszereket. Kinyitom a csapot, ugye abból vegyszer van, az étel, ugye vegyszeres, ugye az állati eredetük. Ugye ma félkészen vannak az ételek, azért, hogy gyorsan elkészüljön. És hogy azt az illúziót adja, amikor én kihúzom a répát a földből, a mi ételeink készülnek, az ételkiszállításunk is így megy. Hogy oktatunk mindenkit, ugye ott van, lemosom előtte, földarabolom és megfőzöm. Ilyet akartam itt is csinálni, csak mondták, hogy nehogy már itt gőzöljek. Tehát én ott van nekem, tehát én most is tudnék egy főzősort tartani, csak mondták, hogy itt ne adjam itt ezt elő. Mert szívesen megmutattam volna, hogy egy 4 órás a kurzus, 3 óra alatt 14 féle ételt főzök meg. Tehát aki azt mondja, hogy drága, meg az, hogy nagyon bonyolult, azonnal meggyőzöm. Tehát lehet az órát stoppolni, adjatok 5 percet, 25 féle receptet mondok el. Egy fél perc alatt egy receptet elmondok, jó? És úgy, hogy nem ismétlek. És nyilvánvalóan 21 receptes könyvünk van kint, több ezer recepttel, tehát hogy van egy kis variáció, hát van 7-8 féle gabona, 20-25 féle növényi fehérje, bablencse, borsóból, ugye, és a kettőnek a variáció már matematikailag is több száz féle ételt ad. És ott jönnek a zöldségek, ugye a zöldségfogáshoz, ami tudom, hogy az a tulajdonság, hogy immunerősítő energiát ad, és érzelmileg stabilizál az, ami a földben lefelé ható energiával van, ami esetleg viszintes energia, mint egy csicsóka, vagy édes burgonya, az is egy stabil energiát ad, és ráadásul a legjobb gyógyszere a hasnyálmirigynek, mert az is a tartós hőmérsékleten, tartós nedvesség körülmények között él, nem úgy, mint egy föld fölött növő növényi rész, ahol tűzi a nap 40 fokra, 50 fokra, vagy 20 fokra, akkor utána meg éjszaka van, vaksötét, akkor a jeges eső veri, akkor a száraz szél fújja. Nagyon intelligens, túlélő képességgel kell bírni, ha föld fölött növényi részből készítek én élelmiszert, és akkor azt a tulajdonságot veszem magamhoz. Tehát nézzük meg, hogy tavasszal, ugye fölfelé energiák vannak, már érzem, hogy nyiladozik, és már kevesebb alvásra van szükség, és nyit a föld, és készül elő arra, hogy minden hajcsőr ügyezzen, csirázzon. Ha tavasszal mondjuk egy petrezselyemzöld, ami szintén föld fölött növő növényi rész, és így hajt, én azt fogom, és ezt csinálok neki egy olyan főzési technikát, ami gőzöl, tehát alul 2 centis víz van, ráteszek egy szűrőt, beleteszem a petrezselyet, mert fölgőzölöm, további fölfelé emelő energiája van. Én azt a leves fölfogás, salátasavanyú deszert, bármire én azt ráteszem, azt fogom észrevenni, hogy köhögök, mert innentől megemel mindent. És jön föl, szakad föl azok a lerakódások, ami innentől fölfelé van. Érzelmileg, mentálisan pedig azt egy szabad, kreatív, szárnyaló, könnyen megvalósító, repkedő ilyen energiát ad. Nyilván valamikor nem vagyok középpontban is állandóan repkedek, legalább fél lábbal álljak azért a valóságon, a talajon, azért fogok magamnak, és mondjuk gyufaszára vágok gyökeres zöldséget pirítunk, és akkor az egy tömör összehúzó energiát ad, hogy na, azért földeljem le magamat. De ha azt veszem észre, hogy nagyon szét vagyok esve, és tényleg szükségem van, hogy összeszedjem magam, valaki például a leukémia kimondottan egy ilyen nagyon gyenge állapotot ad, ami szóródol, nagyon laza, akkor a gyufaszára vágott gyökeres zöldségek pirítása megállítja a fehérvértestek tombolását. Akkor azt csinálom, hogy kuktába főzök mindent, ami kívülről befelé ható energiát ad, hogy na, gyerünk, tömör, összehozom magam, nem hagyom, hogy szétessek. Amikor nagyon gyenge, elesett állapotban vagyok, akkor kuktába megfőzöm a gabonámat, kuktába megfőzöm a bablencse borsómat, babérlevéllel, hogy ne okozom mondjuk puffadást, már ez nagyon jó, és akkor gyufaszára vágott gyökeres zöldségeket teszek oda, és hosszan érlelt saláta savanyút, mint például egy savanyú káposzt, ami egy hónapig forja ki magát, és nagyon sok olyan emésztőenzim van benne, ami segíti az emésztésemet, ezt hozzáteszem, és akkor én egy nagyon jó tömör, energiát adó, és amikor szélsőségesen ilyen széteső állapotban vagyok, ebbe az állapotba tud engemet hozni. Tehát ennyire egyszerű, és nagyon könnyen megvalósítható, az alapanyagok pedig nagyon könnyen hozzájuthatóak itt Magyarországon. Nézzük azt, hogy milyen tulajdonsággal bír, mindig azokat az energiákat mozdítjuk meg, amit magunkhoz veszük. Tehát középpontos energiát ad a bablencse, borsó és az összes gabona, mint árpa, hajdina, köles, barnarizs, kukorica, ezek a gabonák, és a nagyon sokféle
növényi fehérje, a bablencse, borsófélék, és ugye a növények, amikor a zöldségfélénk, akkor különböztetjük meg azt, hogy gyökeres vagy kerek, ami középpontból egy nagyon jó, stabil energiát ad. Amikor bármi stresszünk van, úgy érezzük, hogy na, így összeszorul a gyomrunk is. De amikor mondjuk egy vörös hagymát fogok, és ilyen nisime módon saját gőzében megpújítva megeszek, egy ilyen kerek zöldséget, akkor azt érzem, hogy ilyen laza, minden irányban kiterjedő, szépen laza, semmi szorongásom nincsen. Egy ilyen életérzésem, egy ilyen biztonságérzés. Persze, mert nagyon édes ízt ad, és az édes íz ugye az is egy nagyon jó öröm és stabilizáló energiát és érzelmeket ad, és ezt adja, amikor fölfelé energiájú zöldséget fogyasztok, mert már nagyon le vagyok ragadva, és könnyedebbnek kell, hogy legyek, akkor egy százellel, ami föld fölött növő, vagy egy brokkoli, vagy egy karfiol, és akkor ezt tudom ugyanúgy blansírozni, vagy gőzölni, ami szintén egy fölfelé, vagy viszintesen egy ilyen széthúzó energiát ad, amikor nagyon így nézek ki. És egy nagyon összeleragadt, és tényleg el kéne mozdulnom, és egy ilyen kreatív energiát kell, hogy magamhoz hozzak. Az azt tudja, a vízszintes energiák is jó, ha megmozdítjuk a testünkbe, és nem hagyjuk, hogy stagnáljanak. Amikor jön a cukini, ugye a tökfölék, amik így a földön vannak, és ott hevernek, ezek pedig azt adják. Amikor én ezeket elfogyasztom, ezt a tulajdonságot veszem magunkhoz, és mindig megmozdítják ezeket az energiákat. Tehát a gyökeres, lefelé ható energiák, ugye egyes, kettes csakra, ugye nagyon jól erősít engem, és stabilizál, és egy materialistább gondolkodást ad, amikor ugye nagyon repkedek, a kerekzöldségek pedig megnyugtatnak, relaxáló hatást adnak számomra, a vízszintes energiájú zöldek pedig a vízszintes energiákat mozgatják bennem, és a föld fölött növő növényi részek pedig, főleg, hogyha olyan főzési módot adok, ami fölfelé energiát tesz, akkor a fölfelé energiákat mozdítja meg számunkra. És akkor ez a tudás megvan, én tudom, milyen állapotban vagyok, és mindig annak megfelelő fogásokat készítek el magamnak. Tehát van is egy nagyon jó kis gyógyító ital, nézzük meg, ugye a sárgarépa nagyon tömör energiájú és lefelé ható energiát ad. A jégcsapretek pedig olyan hatóanyag van, ami föloldja a kálciumos köveket, a izületben a purint, ezeket a salakanyag lerakódásokat, amikor átéredetű elmiszer alapanyagot ettem, és az a salakanyag még a zsírszövetbe tárolódik, akkor ebben ez a hatóanyag van, és egy lefelé energiát képvisel. Ugye nem olyan erőteljesen, mint a sárgarépa, mert az nagyon tömör, ugye több víz van benne. Viszont ez a hatóanyag van. Akkor használjuk ki. Akkor fogok ennyi, így van az a hosszú fehér jégcsepretet, én azt lereszelem egy ennyit, mondjuk egy csészébe egy ennyit, és fogok akkor sárgarépát ugyanúgy egy sajtreszelőn, ugyanúgy a másikat, ugyanolyan mértékben egyforma arányba lereszelek, hideg vízbe teszem, mert a hideg vízbe kimegy a hatóanyaga, és ezt egy 4 deci hideg vízbe beleteszem, és akkor ha forró vízbe teszem, a cellek, a sejtek összehúzódnak, és nem jön ki a hatóanyag, hanem benne marad a zöldségbe. Tehát a hideg vízbe beleteszem, tiszta forrásvízbe, vagy ilyen ozmozisos víztisztítóba, elkezdem hevíteni, forrás után 5 percig főzöm, kifő belőle a hatóanyag, leszűröm, és kapok egy forró gyógyteát.